Ha az internetről beszélünk, akkor ha valami az interneten keresztül, az a fiatalokhoz eljuthat. Hiszen azt hiszem, hogy ők a legnagyobb élvezői, használói az internetnek. Azért átalakultak a szokások, és ezek a bravúros, versben beszélő, szellemes, tehetséges fiatal emberek már ott vannak a kocsmákban, ott vannak az éttermekben, ott vannak önálló estekkel, tehát szabadabban működik az utca és a szalon közti átjárhatóság. Én nekem a vers azért nagyon fontos, mert az életemben gimista korom óta, sőt, általános iskolás korom óta meghatározó volt. Verseket írtam a barátaimmal, vagy a barátommal, Petőfi, Arany János, akár József Attila stílusában. Aztán a gimnáziumban értelemszerűen szavaló versenyeken indultam, országos döntőkbe szerepeltem. Tehát a vers nagyon, hogy úgy mondjam, a hübriszemet megemelte, népszerű voltam a lányok előtt is, és egyáltalán. Tehát ez hozzátartozott, és az még az a korszak volt, amikor nagyon sokat stoppoltunk. És akkor az teljesen természetes volt, hogy a Tadisznyámban ott volt egy József Attila vagy Adi kötet. A Magyar Televízióban elmondhattam a Toldit, azóta is rengetegszer ismétlik. Életemben olyan népszerű talán nem voltam, Dél-Afrikától kezdve az Egyesült Államokon, Kanadán, Ausztrálián keresztül kaptam zsákszámra a leveleket és a meghívásokat. Meghatározza a vers, és azon belül leszűkítve Arany János életműve az én létezésemet. Például a március 15-i eseményeket ismerjük a dokumentumokból, és hát mi is eljátszottuk diákkorunkban ott a márciusi ifjak történetet, hogy a Pilfaxba gyülekeztek, és akkor mentek, a szabad sajtó útján föl a várba. És ezt Arany János lent, kb. 2-3 hetes vagy egy hónapos péttel kaphatta meg. És ő már ahhoz, ahogy szólt, abból arra jöttem rá, hogy ő tökéletesen kimaradt ennek az egésznek a pörgéséből, hiszen nem is érezhette át. Vagy amikor Petőfi már rendkívül ott volt a dolgok élén, akkor Arany János nagyon finoman megkérte, hogy a Toldi kiadásához legyen szíves, ha már felajánlotta a segítségét, legyen szíves megtudni, hogy ez mennyibe kerül, akkor ott mit kell csinálni, oda hány sort kell még írnom, kedves Sándorom, légy szíves, tedd be, miközben Petőfi rég máshol volt, hát száguldott, kivont karddal. Tehát olyan csodálatos ennek a furcsa abszurditása is.